Réka vitamindús italáról a Top Joy Fitness gondoskodik. A Norbi Update menüházhoz szállítását a stábnak is a gasztrojá biztosítja. További hasznos táplálkozási és életmód tanácsokat találnak Norbi Update és Update 2 könyvében. Keressék a könyvesboltokban. 1, és 2, és 3, és 4, és 5. Fitness készételek a Globusztól. Norbi ajánlásával. Egészségünkre. A stáb energiáját a Cerbona RT termékei biztosítják. A test, a lélek és a műsor támogatója a Wellness magazin. Danubius, az én rádióm. A film zenéjét Hanvai PG Update Mix című CD-jéről kölcsönöztük. Stábunk készségét a Tramezzini teljes kiörlésű lisztből készült fitness termékeivel csillapította. Norbi, Réka és Lara a Mizó tej termékeit fogyasztja. Norbi, Réka és már Lara is az Adidas sportruházatát választotta. Üdvözöljük a motoros hajózás a jaktsport világában. Cégünk a Viking Yacht Club 20 éve segíti Önöket szaktanácsadással, tapasztalataink alapján az első lépésektől kezdve a Dunán. Filozófiánk szerint az első gondolattól kezdve végig kalauzoljuk Önt, a folyami vagy tengeri hajóvezetői oktatástól egészen a vizsgáig. Motoros és vitorlás kis hajóvezetői tanfolyamaink minden hónapban indulnak a hajógyári szigeti kikötőben. Választhat használt vagy új hajót, akár a világ vezető minőségi hajómárkáját, a Crawline-t is. Hajótulajdonosként a Viking Yacht Club szervizét, mely minden elvégzett munka után garanciát vállal. Szeretettel köszöntelek a Rubint Réka 3-as edzésprogramon, hogy miben más ez a program, mint az előző kettő, jogos a kérdés. Most 3x30 percet fogunk együtt tornázni, természetesen, hogyha velem tartasz. Az első 30 perc, amivel kezdeni fogunk, Hanvai PJ zseniális fitness mixer segítségével, az egy popsi formálás, csak kizárólag popsi, hiszen az első egyes, illetve a kettes kazettán rengeteg googolás, rengeteg kitörés van. Ezt, hogyha beszerzed ezt a kazettát, akkor ez a combodat gyönyörűen fogja formálni. Most mi kifejezetten a csípőre és a popsira fogunk orientálódni. A második 30 perc a felső testizmait fogja megdolgoztatni. Értem ez alatt a hát, a váll és a kar, biceps, tricepsnek az izmait. Nagyon-nagyon fontosak a szép egyenes hát, illetve a rengeteg sok ülőmunkát végző embernél a hátizmainak a megerősítésében, és a harmadik
30 perc pedig kifejezetten a hasizmait fogja megtornáztatni. Ez bármilyen napszakban végezhető ez a torna. Egyetlen egy dologra kell figyelned, a táplálkozásra a torna mellett. Nagyon sok hasznos tanácsot fogsz találni a filmen, amelyek az update táplálkozási rendszer és az update életmód követendő példáit fogják neked megmutatni. Rengeteg hasznos információt fogsz találni azokról az ételekről, amelyek az update táplálkozási rendszerben nagyon-nagyon szépen beilleszthetőek, illetve néhány utalást fogsz látni a Norbi Titok című életmű 1-es és 2-es számára vonatkozólag. Nincs más hátra, mint te és én itt a szobában együtt megváltsuk a világot, és bebizonyítsuk azt, hogy mi vagyunk a legjobbak. PG, kérlek szépen, hogy indítsd el ezt a fantasztikus mixet, ami hamarosan a boltokban is kapható lesz, hiszen ez... A Music Update. A Music Update. Munkára fel. Vedd fel a ritmust, és PG, ugye egy nagyon-nagyon jó hangulatot fogunk a velünk tornázónak biztosítani. Igyekszem ide varázsolni ezt. Jó, akkor a jól ismert hintával, amit az első két edzésprogramról már ismerhetsz, vedd fel a ritmus, és rugózzunk vele! Gyerünk, gyerünk! Ez a rugózás azért fontos, hogy a lábizmai kellőképpen bemelegedjenek. Jó, egy pici válkörzés! Nagyon jó vagy! A bemelegítés ugyanolyan fontos, mint a torna vagy a nyújtás, hiszen fontos, hogy a szívet, illetve az izmainkat ráhangoljuk a mozgásra. Jó, oldalra! Húzakar! Hiszen lesz ma nagyon sok vál és hát gyakorlat. Azt nagyon fontos elmondanom neked, hogy teljesen kezdő vagy, még soha nem tornáztál. Oldalra megy a kar, akkor ezt a tornát bontsd le a 3x30 percre, és minden másnap csinálj meg 30 percet. Ha már haladó szinten vagy, akkor érdemes minden másnap 60 percet megcsinálni. Az már rajtad múlik, hogy melyiket melyikkel kombinálod. És ha szuper haladó vagy, na akkor csináld meg egybe a 3x30 percet. Föltol a kar. Nagyon figyelj arra, hogy mindig fokozatosan terheld a szervezetet. Nem kell egyből megváltani a világot. Nem ez a feladatunk. Forgat a törzs! Forgat! Forgat! Gyerünk még! Nagyon jó vagy! Forgat! És utána nyúl a kar. Tolj! 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 Gyerünk! Fontos, hogy ne csapd ki a kart, mert az az ízületeknek egyáltalán nem tesz jót. Még, még! Toljad! És mind a két kart! Tolj! 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 Feltol a kart! Mind a két kart! Jól mutatom lassan. Gyerünk! És a tér! Fönt! 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 Tovább! Ez az! Gyerünk még! Húzzad! És megint a sarok! Sarok! Hogy vagy? Bemelegettél? Mindjárt lemegyünk a földre! És elkezdjük a popsival, tért húz, ez az, húzzad, tovább, tovább, sarok, és tért, sarok, és jön a tért, húhú, vár a
10 percet! Föl alá! És jön a tél! Föl a sarok! És megy a kar! Jól lent vagyunk! Egészen cici! És csak a köz! Forga! Nagyon fontos, hogy a csípő nem mozog, jó? Csak a felsőbe! Jó, nyújtsd meg! Polifómot, te is vedd elő, szőnyegedre terítsd le egy törölköző. Köszönöm szépen. Ne tesszük ide. Nyugodtan készülj neki, kényelmesen. Szemmel bemelegettünk. Ez az. Jó? Még egyre megkérnélek, PG, hogy a lábsúlyokat add ki nekem. Hiszen hoztam már a lábsúlyt. Ha karácsony előtt állsz, akkor nyugodtan kér Jézuskától, de hogyha nem áll rendelkezésedre lábsúly, akkor nyugodtan a zokniba tűrd be valamilyen nehezéket, ugyanilyen cél szolgál. Csatold föl mind a két lábra. Aki természetesen kezdő, az kihagyhatja a lábsúlyt, majd szépen fokozatosan hozzászoktatod a popsit. Jó, és elkezdjük. Figyelj, lent vagy, és föl a láb. Csak simán föl. Föl és le. Föl és le. Ez az. Gyerünk, gyerünk. Tovább. Gyerünk, mehet. Föl. Nagyon fontos, hogy a hát nem mozog, csak a láb. Föl és vissza. Tovább. Föl és vissza. Föl és vissza. Végig feszül a popsi. Gyerünk még. Biztosított ezt a gyönyörű helyszínt, kénytelen vagyok fölvenni a napszemüveget. Gyerünk még négyet, négyet, hármat, kettő, jó, figyelj, jön a csípő oldalra. Szándékosan jöttem föl a talajról, számomra sokkal könnyebb így megtámaszkodni. Gyerünk még, de nyugodtan maradhatsz lent is, hogyha neked is könnyebb. Gyerünk, gyerünk! Máj meg! Nem állunk meg! Kiemel alá! Még kettőször nyolc! Tovább! Ez a... Gyerünk, gyerünk! Még, még! Hogy vagy, Pidzsi? Én remekültem, már bemelegettél? Én tökéletesen! Egyre kerekebb a popsink! Gyerünk még! Emel! Emel! Ez az! Úgy elhalkult a zenét, mint ahogy az izomzatunk! Jó? Megemel a láb, és csak picike! Tor, 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 tor! Gyerünk, gyerünk! Ez az! Egészen picike! Tovább! Tor, tor! Nagyon büszke vagyok rád. Gyerünk, meg tudod csinálni. Figyelj most, behúz és hátra húzol. Nagyon fontos, hogy rátol a láb. Húz és rátol.
dinamik. Húz és tol. Húz és tol. Húz és tol. Gyerünk még. Húz és tol. Tol. Jó nyújtva marad a lábad. És csak emel. Lassan. Figyelj a hátadra. Ne mozogjon. Szorít a popsi. Szorít. 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 Keményen. Szorít. És feszesen nyújtva van a lábad. Nyújts ki. Ez az. Gyerünk még. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Emel. Emel. És mint ahogy látod, itt találtam az Algida logóját éjszívből. Gyerünk. Ez az. Gyerünk! Húha! Érzed meg? Gyerünk! Ott van a barátod vagy a férjed, kérd meg, hogy ellenőrizd, hogy keményebb-e már a popsit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon örülni fog ennek a feladatnak. Figyelj! Húz, szor! Húz, szor! Húz, szor! Na még! Húz és tor! Húz és tor! Húz és tor! Gyerünk még, tolt ki! Húz, tol! Húz, tol! Húz, tol! Tovább! Még négyet! Hármat! Kettő! És nyújtva! Nyújtva! Emel! 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 Tovább! Tovább! Feszüljön az a popsi! Így van, a jól ismert dallamok a műsorunkból. Így van. Húzzad. Húz. Húz. Jó nyújtva marad megint, és emel. 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 Emel, gyerünk még. Emel. Emeld meg. Emel, végig szorít a popsi. Tovább, tovább. Gyerünk még. Föl. Föl. Na még egy picit! Föl! 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 Jó, behajlít a láb, és egészen picike! Pici! Pici! Ez lesz mindig a pihenő! Gyerünk még! Picike! Föl! Föl! Gyerünk, gyerünk! Ez a föl! Tovább! Le! Le! Le!
Jó, figyelj! Föntről szól! Föntről! Föntről! Ez egészen lassú! Föl! Föl!
mindig ugyanazt a lábat dolgozzuk. Gondolj arra, mint
Nadine. Ez az. Gyerünk, gyerünk. Szorít a popsi. Föl. Föl. Egészen piciket. Gyerünk még. Föl. 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 Figyelj. És. Húztor. Húztor. Húz. Mindig akkor pihenünk, amikor egy kicsit elfárad, jó? És a pihenő a fönti pici láttolás. Gyerünk még! Húztor! Húztor! Egyetlen egy fontos dolog van, hogy mind a két lábra megcsináljuk a gyakorlatokat. Na, hogy egyik popsink az kerekebb legyen, mint a másik. Emel nyújtva! Föl! Emeld meg! Gyerünk még keményen! Emel! 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 Na, még nyolca! 8, és 7, és 6, és 5 már csak, 4-et ne hagyd abba, 3-at, 2-t, és megint húzatér, 20-tól, 20-tól. Amikor kitolod a lábad, akkor a sarkad a gerinc meghosszabbítása legyen. Gyerünk! Bígyi, kérek szépen egy refrént! Sárga dinnye, dinnye, sárga dinnye, ez a nyugodtan énekel. Dinnye, dinnye, sárga dinnye, figyelj, nyújtva van a láb. Dinnye, sárga dinnye, dinnye, sárga dinnye, most ne hagyd abba. Dinnye, nem sokára végzünk, gyerünk még, emel, föl. Képzeld el azt, hogy ott vagyok, tartom a lábad, és segítek, mert ott vagyok veled. Gyerünk még! Tovább, már csak 4-et! 4-et! 3-at! 2-t! És jön a pihenő! Fönt, 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 fönt! Figyelj lassan! Tol, 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 na még! Föltol! Értem ezt a gyakorlatot. Ha jól bevált, nyújtott lábú lábemeléssel, de szóltál nekem, és én mindent meghallom. Gyerünk még! Tovább! Tovább! A hajó itt rakoncátlankodik, ki akar engem takarni, de nem sikerül neki. Tovább! Emel! Gyerünk még! Föl! 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 Gyerünk, gyerünk, keményen! Ez az. Nagyon jó. Feszüljön a popsi, na még! 8, 7, 6, Fiji, nagyon fantasztikus a zenét. Kis India így a végér felé. Gyerünk! Figyeljön a kereszt! Gyerünk. Kereszt! Húzd le! Húzd le! Picit hátulról. Keresztbe a másik láb mögé. Kereszt. Kereszt. Húzd le. Mélyen. Nagyon fontos, hogy egészen a másik lábad mellé húzd le. Gyerünk. Húzd le. Majd, hogy nem, a térded megérinti a talajt. Még 2x80. Gyerünk, gyerünk. Meg tudod csinálni. Hiszen tegnap is meg tudtad csinálni. Tegnap előtt is itt voltál velem. Nagyon jó vagy. Tovább! Tovább! És a zene fantasztikus! Lehúz! Lehúz! Húzzal! Na még 8-a! 8! 20! 20! Végig feszül a fog! Fönt.
Sokan megszokták tőlem azt kérdezni, hogy a narancsbőr mitől alakul ki. Hát el kell mondjam neked, hogy nem csak a mozgás hiányban eltöltött évek eredményezik a narancsbőrt, hanem a helytelen táplálkozás is. Ezért kidolgoztuk neked az Update módszert, amely a Norbi Titok című könyvben gyönyörűen le van írva. Szeresd be a könyvet, olvasd el, és mindent tudni fogsz a helyes táplálkozásról. Nem kell semmit nélkülöznöd. Minden tehet, egyetlen egy dologra kell odafigyelned, hogy mikor eheted a te kedvenc ételedet. Tovább! Jó, figyelj! Lép vissza! Lép! 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 Na még! A mozdulat hasonló, mint az indián szöddelés. Gyerünk, gyerünk! Ez az! Középen, mindjárt befejezzük! Az első két edzés programon, a Réka 1-en, illetve a 2-n rengeteg guggolást és kitörést találsz, de csak ez kis ízelítő. Az a lábbal lent, ami az előbb elől volt. Nyújtsuk le a fogsit és a combot. Le is veheted a lábsúlyt egész nyugodtan. Másik lábról is. Aki kezdő, az kezdje lábsúly nélkül. Keresztbe van a lábad. És nyújtsd meg. Óvatosan. Másik láb. Az pedig egy tévhit, hogy este 6 után már nem lehet enni. Nyugodtan ehet, este 11-kor, éjfélkor is. Egyetlen egyre kell figyelned, hogy mit teszel akkor. Az update lehetővé teszi neked azt, nyújtsd meg a lábad, hogy egészen éjfélig nyugodtan ehet. Csak arra kell figyelned, hogy mikor mit. Azok az ételek, illetve italok, amelyek az egyes update kódot tartalmazzák, bármikor eheted. Vannak kettes update kódú ételek, amelyeket délután 3-ig fogyaszthat. Vannak olyanok, amiket reggeltől délig fogyaszthat. Ezek kapják a 3-as update kódot. Ilyen például somlói galuska és társai. Ez az nagyon jó. Nyújts ki mind a két lábad. Elől van a két. Jó, zárd össze! Gyere fel óvatosan! Kulcsold össze a fart a térhajlat alatt! És nyújts ki! Jó, gyere fel! Nyújtod ki! Oldal! Köszönöm, hogy velem voltál! Térjünk rá a felső testizmaira. Köszönöm, TG!
elérkezett a második 30 perc, ha pedig mára csak a váledzést választottad, akkor neked a felsőtest tizmainak az edzése. PG, kérem szépen a zenét, és kezdjünk neki a bemelegítésnek. Válkörzés, ez az. Nagyobb lendülettel. Ez az, gyerünk. Köröz, köröz, és csak picike. Nagyon jó van. Gyerünk még. Húzabál. Egyik, másik. Húzad. És mind a kettő egyszerre. Húz, húz. Nagyon fontos a bemelegítés. Egyik, másik. Páros. Húz, húz. Egyik, másik. A zenén most is nagyon jó, köszönhető ez Hanvai Fizsinek, a legjobb hazai fitness DJ-nek. Gyerünk, gyerünk, húzzad! Nagyon jó van! És köt, köt, váltva húz! Egy, két, és jön a köt! Mind a kettő, húzza! Jól átmelegítjük! Előre fordj! Gyerünk, gyerünk! Nagyon jó vagy! Föltolj! Föl, föl! Ez az! Gyerünk még! Előre tolj, páros! És föltolj! Hamarosan rátesszük a súlyzót! Előre tolj! És föltolj! Gyerünk még! Figyelj! Előről! Kör, kör! És váltva húz. Egyik, másik. Hátra kör. Ez az. És húz. Páros. Előre tol. Gyerünk még. Föltol a kar. Na még egyszer. Nagyon jó vagy. És föltol. Ez az. Picit lendít. Lendít. Egy picit bonyolítunk, előkör, test elő, oldalra, és elő, kör, oldalra, na még egy kör, ez az, jó, és tor, 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 lendít bele. Csak a kar, tol, tol, és lendít, tol. Ez az, jó. Terpezben állunk, hogyha akarsz, le is ülhetsz egy székre, semmi más nem kell csinálnod, mint kitart oldalt a kar, és piciket föl, 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 és föl. Nem állunk meg. Ez még súlyzó nélkül megy, még mindig a bemelegítés, de ez már egy kicsit húzós lesz. Na, gyerünk! Tovább! Feszesen nyújtva van a karod, nincs behajlítva, nyújtva van a kar. Szépen egyenesen, jó? Egy picit se hajlíts be. Nyújtva a kar. Picike. Föl, föl. És hátra. Tol, tol, tol. A vállizmainak, illetve a hátizmainak az erősítése nagyon fontos a helyes tartásban, hiszen nincs is annál szebb, amikor egy nő szépen, sudáran, egyenesen végigvonul az utcán. Így van? Gyerünk! Tol! Tol! Érzed már? Ez az! És megint! Tol! 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 Ne tedd le! Gyerünk, gyerünk, emel, négy, három, kettő, és hátra, tol, 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 gyerünk még, ez az, nem állunk meg, gyerünk, gyerünk, négye, hárma, kettő, és föl, föl, föl. Pidzsi, fantasztikus a zenét! Igyekszem megint jó hangulatot varázsolni ez a 30 perchez is. Ez az.
elnézést a köhögésért, de itt már elkezdett fújni a szél. Tove! Na még! Még négyet! Négyet! Neymet! Hármat! Kettőt! És figyelj! Top! Ez! Eltoljuk a kart. Gondolj arra, hogy ott van a felesleges zsír, jó? Azt akarjuk eltolni, amit az update táplálkozási rendszerrel és a rendszeres mozgással meg is tudsz valósítani, hiszen nem állunk meg, ma már arra is van lehetőség, hogy házhoz rendeltesz a 06 80 és 6 darab 3-as telefonszámon házhoz szállítják neked az update menüt. Házhoz szállítják ezt a fantasztikus ételt, de nem állunk meg. Gyerünk, gyerünk, és föl. Föl, 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 gyerünk még. Tovább, tovább, még, még, gyerünk még. Ez az. Hogy vagy? Hátra húz. Elnézést. Na, még négyet. Négyet, hármat, kettő, és tol, 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 gyerünk, gyerünk, feszesen, feszesen. Ezek a gyakorlatok nagyon jól jönnek, amikor nincs a közeledben súlyzó. Hogyan lehet súlyzó nélkül meghalni? Gyerünk még, na még, tol. Figyelj a vége! Föl, föl, hátra! Húz, húz, húz és tolj! Tolj, tolj! Gyerünk, gyerünk, nálj meg! Nagyon jó van! Ez az! Az utolsó kör! Föl, föl, hátra! Húz, húz és tolj! Most fogjuk letenni! Gyerünk, gyerünk! Tartsd meg! Megtart! Tart! Tart! Jó, engedd le! Hú! Na ez most jó esik! Nyújtsd meg! Másik! És hátul! Ó, de jó! Előtt! Jó! Be is melegettünk! Leveszem a fölsőt! Fizsi mester! Kétszeres tedd el nekem! Bemelegettél? Igen! Jó, vegyük fel a súlyzót! Ha nincs súlyzód, ásványvizes palack, hamutartó, bármi megteszi, jó? Kis terpezben állunk, és a comb mellett van a súlyzó. Nem elől, a comb mellett, jó? És emel! Emel! Mindig csak válvonalig emel! Jó, nem kell engedni a súlyzót! Arra figyelj, hogy majdnem nyújtva van a kar. Ne legyen így behajlítva, hanem nyújtva. Emel. 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 Nagyon figyelj rá, hogy egyenes a hátad. Föl. 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 Ez az. Gyerünk még. Emel. Most kétszer egy kilós súlyzó van, ez mindig attól függ, hogy milyen erőnléti állapotban vagy, lehet nagyobb, kisebb súly, teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogyha nehezíteni akarod a gyakorlatot, illetve kerekíteni a vállat, illetve az adott izomzatot, minél nagyobb súllyal dolgozol, annál szebb lesz az izomzat. Gyerünk! Föl! Föl! Na még! Érzed már? Én igen, ez az, gyerünk! Figyelj, és előre! Föl! Föl! Ezt is csak válvonalig emeled! Tovább! Föl! 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 Mutatom oldalról is! Figyelj, válvonalig! Föl! 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 Gyerünk még! Ez az! Tovább!
tart. De 8, és 7, és 6, 5 márca, 4-es, 3-as, 2, jó, dőj bele, oldalra. Nagyon fontos, a hátad egyenes, mutatom, jó? Nem görbe, egyenes. Oldalra emel. A súlyzót oldalra emeled, nem pedig hátra. Jó? Oldalra. Végig. És ami a harmadik legfontosabb dolog, amire figyelned kell, hogy a súlyt nem engeded össze. Kicsit eltart, jó? És emel. Hát egyenes. Egyenes a hátad. Emel. Emel. Gyerünk még! Na még! Föl! Föl! Ez a hátsó vállizmodat szépíti, kerekíti formája, amely nagyon nagy szerepet játszik a hátizomnál is. Gyerünk! Na még! 8, 7, 6, 5, 4-e, 3-as, 2, és kezdjük előről! Figyelj! Fölállunk! Föl! Emel! Emel! Ez az! Hogy vagy? Kezded érezni? Na még! Emel! Emel! Gyerünk! Segítek! Emel! Ez az! Emel! Még kettő! És... Első vállizom, gyerünk, megemel, tovább, föl, gyerünk, szorítsd össze a fogad és csináld meg, ez az, emel, na még, feszesen, 4-es, 3-as, 2, figyelj, jön a kedvence, ez az. Fiji! Gyerünk! Na még! Föl! Közben szorít a lapocka! Jó, gyere föl! És föltor! Figyelj arra, hogy a felkar és az alkar folyamatosan derékszöget zárjon be, és vízszintes alá ne menjen a könyök. Föltor. Gyerünk még. Ez az. Föl. Na még. Tor. Tovább. Föltor. Fontos, hogy a könyök egy síkon mozogjon. Zár. Na még! Zárd be! Ez az. Zár és tol. Tol és zár. Tol és zár. Tol és zár. Tol, és zár. Föl. Tol, és zár. Nagyon büszke vagyok rád. Gyerünk, csináld meg. Gyönyörű leszel, és már gyönyörű is vagy. Tovább. Na még. Tol, és zár. Föl, és még. Tol, jön a kedvencünk. Tol. És figyelj! Elő! Kereszt! Keresztbe! Tor! Na még! Gyerünk!
tanácsot, hogy hogyan kombináld a tornákat. Az egyes, illetve a kettes Rubin Réka edzésprogramot a hármas edzésprogrammal nyugodtan kombinálhatod. Hiszen az egyes, illetve a kettes programon rengeteg guggolás, kitörés van. Ha abból megcsinálod az egyik vagy a másik 20 percet, kombinálva ezen az edzésprogramon található valamelyik 30 percet, biztos vagyok benne, fantasztikus nő leszel. Gyerünk, gyerünk! Tovább! Gyerünk még! Tovább, tovább! Azaz, figyelj váltva! Egészen picike! Keményen! Gyerünk, gyerünk! Ez az! Tovább, tovább! Na még! Ez az! Nálj meg! Még négyet! Négyet! Hármat! Kettőt! Figyelj innen! Föl! Másik! Emel! És le! Föl! És vissza! Föl! És vissza! Na még! Négyet! Hármat! Kettőt! És kezdjük előről! Tor! És zár! Tor! És zár! Tor! Most ne tedd le! Tor! Ez a Fiji! Elő! Kere! Váltva! Vált! Lehet csípőt is rázni! Előről! Tor! Zár! Tor! És kere! Kere! Váltva! Vált! Az utolsó! Tor! Zár! Tor! Zár! Kereszt! Váltva! Vált! Jó, figyelj! Vicces! Húzza! Húz! Nagyon fontos, hogy a felkar maradjon a test mellett. Jó? Ne mozogjon előre, hátra. Feszítsd be! Húzza! Húzza! Húz! Gyerünk még! Tovább! Húzza, húzza! Ez az! Na még! Húz! 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 Tovább, mellég, négyet! Hármat, ez az! Kettő! Jó, felvisszük ide! Húz! 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 Feszíts rá, gyerünk! Még! Húz! Húz! Ez az! Húzza! És lent van! Lent, pici, pici, pici. Fontos, hogy csak derékszögtől húz. Derékszög. Ne engedd le, egészen picike. Húz, 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 húz. Gyerünk még, húzza. Keményen. Nem állunk meg. Gyerünk, gyerünk. Még, még, húz, húz. Húz, még 8-at. Gyerünk, nagyon jó van. 8, 7, 6, sokkal jobb vagy, mint tegnap, és még jobb, mint tegnap előtt. Gyerünk, húzza, ez az. Már csak 10 percünk van ebből a 30 perces részből. Gyerünk még, húz, húz, húz. Nagyon jó! Figyelj! Fogd össze mind a két súly! Fogd meg nyugodtan a bicepset, és amikor húzod, érzed, hogy dolgozik! Tovább! A
felkar továbbra is itt marad a test mellett. Gyerünk még, engedd le teljesen. Húz, na még, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és a másik. Hihi! Húzzák, ez a. Feszíts rá, 4, 20, gyerünk még! Még 8-at! 8, 7, 6, 5, 4-et! 3-at! 2! Jó! Lemegyünk a földre! Tedd le a súlyzót! Lent van a tér! Elő van mind a két kéz, jó? Válféles kéztámasz. Minél közelebb van a térded a karhoz, annál könnyebb a fekvőtámasz. Jó, én most hátrébb viszem, és mehet. Le, és vissza. Gyerünk még! Aki nagyon profi vagy haladó, annak mehet a sima fekvőtámasz. Én azért visszamegyek a talajra. Gyerünk, gyerünk! A fekvőtámasz nagyon szépen formálja a kar. Jó, jó, nyújtsd meg! Ez az. És elő. Jó. Gyere vissza! Három pici lent, és negyedikre fönn! Egy, két, föl! Tovább! Lent, föl! Lent, lent, és fönn! Mint ahogy néha a kedély állapotod, amikor tükörbe nézel, és kicsit elkeseredsz, hogy egy picit több súlyfölösleg van rajtad, mint amennyit szeretnél, de soha ne add fel. Mindent megteszel annak érdekében, hogy tökéletes legyél. És éppen ettől vagy te a legjobb. Gyerünk, gyerünk! Ez az. Lent, 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 föl. Lent, lent, lent. És az utolsó. Lent, lent, jó, gyere föl. Ez az. Nyújtsd meg! Ez az. Nyújtsd meg hátul is. Kedvenc zenénk! Ez az. Fogd meg a súlyzót. Egyiket vagy mind a kettőt. Fej mellett van a kar. Előről fogd meg. És hátra enged. Triceps. Gyerünk még. Hátra enged. Le és föl. Nagyon fontos, hogy a felkar végig a fej mellett van. Engedd le! Engedd le! Engedd le! Engedd le! Na még! Engedd le! Tovább! Tovább! Na még, gyerünk! Le és föl! Le és föl! Le és föl! Gyerünk még, négyet, hármat, kettőt, jön a másik kar, és engedd le. Tovább. Mutatom neked hátulról is. Fej mögé engedjük a súlyzót. Fej mögé. Ez az. Gyerünk még. Nagyon jó van! Tovább! Le! 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 És még!
jó? Fogd meg a súlyzót! Mind a két tenyér fölfelé néz, és egészen picike. Tor, tor, tor. Triceps formálással. Gyerünk, gyerünk! Vagy, aki másképp nevezi, az integető izom. Tudod, hogyha fityeg, akkor integet. Gyerünk még! Ez az. Tovább, tovább! Nálj meg! Meg szokták tőlem kérdezni azt, nálj meg, hogy edzés előtt körülbelül mennyi idő az, amikor érdemes valamit bekapni, hogy mégis legyen energiánk. Ilyenkor javaslom neked a műzbiszeletet, ami nagyon-nagyon gyorsan felszívódik, energiát ad neked. Erre tökéletes a Cerbona, számtalan műzlipelyhe, amiben nagyon-nagyon kevés cukrot találsz, többnyire mézzel van édesítve, nálj meg! És most már számtalan olyan Top Joy Fitness Light üdítő van, amit nyugodtan megihatsz, mert egyáltalán nem fogsz tőle hízni. Gyerünk, gyerünk! Tovább! És hogyha még egy kis édességre vár, akkor természetesen ott van nekünk az Algidától finom, cukormentes fagylalt, amit szintén délután 3 óráig nyugodt lelkiismerettel megehet. Gyerünk, gyerünk! Kereszt ez a kar! Kereszt! 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 Húha! Érzed? Jó! Tartsd meg! Vissza! Gyerünk, gyerünk! Le, föl, le, föl, le, föl. Na még, PG megint elhalkult. Zene, amely biztos, hogy rajta lesz a Music Update-en. Oké. És jön a másikkal. Le, föl. Ez az. Még 8-at! És 8! Gyerünk, húzzuk meg az utolsó 2 percet! Még 4-et! 3-at! 2-t! Jó, és engedd le! Jó, támaszkodj meg hátul! A két fejek előre néznek, nem hátra, előre, és hajlítsd be a kar. Ez az. Még hatékonyabb ez a gyakorlat, ha valaminek a szélén támaszkodsz meg, nekem itt van ez a hajó, remélem nem fog elcsúszni, és le, és föl, és le, és föl, és le, és föl. Hoppá, el akar menni, de nem engedjük. Gyerünk még. Ez az. Nem állsz meg. Tovább, és föl, le, és föl, le, és föl, le, és föl. Jó, nehezítjük, egyik lábban nyújtva. Másik láb, le. Jó, gyere föl. Ez az, nyújtsd meg. Nagyon jó, másik. És a másik. Ez az. Jó, gyere vissza még egyszer. Hoppá! És most nyújtva van végig a lába. Tovább! Nem állunk meg. Még 4-et. 3-at. 2-t. És a másik láb. Le. Ezt a zenét már jól ismerjük. 4-et, 3-at, 2-t. Jó. Gyere vissza a talajra. Ez az. Nyújtsd meg. Hátul.
Nagyon jó voltál! Mesélj! Nyújtsd már! Előtt! És hátul! Nagyon büszke vagyok rád, és köszönjük szépen Fidzsivel, hogy itt voltál velünk, megcsináltad ezt a 30 percet, és biztosan állítom, hogy fantasztikus ember vagy. Elérkeztünk kedvenc részedhez, a hasizomhoz. Köszönöm a kéréseket, illetve a leveleket, e-maileket, melyben jeleztétek, hogy az első két kazettán elég kevés a hasizom, kevés idő jutott rá, de se baj, mert most itt az idő, hogy bepótoljuk. 30 percen át hasizom gyakorlatokat fogunk csinálni. Ha karácsony előtt vagy, akkor a beiglinek csinálunk helyet, hogyha a nyár előtt, illetve a tavaszi szezon előtt, akkor pedig a kockás hasizomra fogunk rákoncentrálni. És itt van velünk PG, akit már jól ismersz, úgyhogy PG, kérem szépen a zenét, nem kell semmi más, mint egy törölköző, polifon vagy egy szőnyeg, és te magad, te és én. Ez az. Feküdj a hátadra, és a kezek a tarkón vannak. Nagyon fontos, mutatom neked hátulról, hogy ne kulcsold össze, hanem tedd egymástól távol a kezeidet. A másik fontos szempont, hogy a könyök ne essen be a látótérbe, illetve az egyik vagy a másik öklöd elférjen az áll, illetve a mellkas között. Nagyon fontos, hogy ne a fejed húzgáld előre, hanem a mellkas szemed. Így van, PG? Így van. Gyerünk, gyerünk, figyelj! És föl, és le. Ez az. Nagyon jó vagy. Csak bemelegítjük először a hasizmait. Tovább, tovább. Ügyelj a kezedre, hogy ne zárd össze a tarkón. Na még. Ez az. Tovább. És 8. 7. 6. 5. És még 4. 3. 2. Na most nálj meg, mert még rengeteg időnk van. Tovább, tovább. Ez a föl és vissza. Figyelj az álladra. Végig. Ha az elején nem megy, akkor tartsd ott nyugodtan a könyököt. Ez a mellkaseme. Föl és le. Föl és le. Tovább, tovább. Hogy vagy? Jól? Oké. Gyerünk. Na ebből még csinálunk 8-at. 8 és 7 és 6 5 már csak 4-et. 3-at. 2. Figyelj, picit nehezítünk. Tedd a fej mögé a kar. Mutatom szemből is. Kulcsold össze a fej mögött, és a belső kart szorítsd be a fej mögé, és emel, és vissza. Továbbra is ügyelj arra, hogy az álladat ne szorítsd le. Gyerünk, gyerünk! Nem állunk meg! Ez a föl! Föl! Gyerünk még! Tovább! Sok olyan kérdést kaptam, hogy azok a hölgyek, nálj meg, akik szülés után vannak, mennyi idővel tudnak elkezdeni tornázni, formába hozni magukat? Körülbelül 4-6 hét, még azoknak is, akik császárral szültek, nyugodtan lehet hasfréseket csinálni. Csak az alsó hasat ne terheljük, de azoknál a gyakorlatok majd szólok. De ne állj meg, gyerünk, gyerünk. Tovább, és 4-et, 3-at, 2-t. Na még 8-at, gyerünk! És föl! 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 Ez az! Érzed már? Gyerünk még! Emel! Emel! Nagyon jó! Megint tarkónak kész!
kicsit elkezdjük bonyolítani a gyakorlatokat. Figyelj, még négyet, és négy, három, kettő, és nyújtva az egyik láb. Nyújts ki! Nagyon jó! Nállj meg! Érzed már? Nyugodtan fogd meg a hasad! Húzz a tér! Húzz! 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 Középre húzz a tér! Középre! Ez a... Megint nyújtva! Föl! 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 Gyerünk még! Most nállj meg! Keményen! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Figyelj még! 8 és 7. Emel a mellkas! Nagyon jó vagy, meg tudod csinálni! Gyerünk! Keményen! Azaz! Tovább! És mi jön? Húzz a tér! Húzz! 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 Még csak középre húzzuk! Arra figyelj, hogy ne föntről húzd! Talaj fölött! Talaj fölött vagyunk egy 4-5 centivel! Gyerünk még! Ez a! Húzz! Nem állunk meg! Gyerünk, gyerünk! Megint nyújtva a láb, és föl! Föl! Tovább! Hogy vagy? Én már kezdtem érezni. És még 2x8. Tizi, mit szólsz ez a fantasztikus hasizom gyakorlat? Hát én már látom, hogy a hasad kezd kockásodni még jobban. Gyerünk, gyerünk! 8, 7, 6, nem állsz meg, gyerünk, gyerünk! Ez az! 3, és 20, 10, 10, 20, így van, mindjárt egy kicsit lazítunk. 20, 20, 20, 20. És még egy 8-at. Gyerünk! A 8, 7, tovább, 6, 5, nálj meg, gyerünk, meg tudod csinálni, mert te vagy a legjobb. Gyerünk, gyerünk, ez az, ez az. Jó, tart meg! Megtart! Tart! Szorít, fogd meg, fogd meg! Jó, és most engedd le, nyújts ki! Jó, de jó esik! Jó, megint tartod a kéz, és csak föl! Föl és le! Föl és le! Figyelj, nyújts ki előre a kezed, és picike! Tor, tor! Akinek kisbabája van otthon, ide ültetheti a cipőre, lehet vele is nyugodtan hasazni. Gyerünk, gyerünk! Tovább! Egészen picike. Gyerünk még, föl, 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 föl. Gyerünk még. Négyet, hármat, kettőt. Mi jön? Másik láb. És emel. Emel. Figyelj arra, hogy nehogy ugyanazban a lábbal csináld. Gyerünk még. Húzz a tér! Húzz! 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 Húzzad! Húzzad még! Elhalkult a zene, de mi természetesen nem állunk le! Négyet! Hármat! Kettőt! És nyújts ki a lábad! Föl! 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 Gyerünk még! Nállj meg! Még mielőtt azt hinnéd, hogy az anyanyám kiszőrösödött, téves, ez a kis pamasz csak azért van itt a mikrofonon, mert túl nagy a zaj, hiszen itt vagyunk a Viking jachtkikötőben, és
az Árpád hídnak a zaja, illetve a környező hajóknak a zaja akadályozná az én beszédemnek a tisztaságát, és csak ez az oka annak, hogy itt van egy ilyen kis szőrös kullancs a szám szélén. Gyerünk még négye! És négye! Hárma! Kettő! Mi jön? Húzatér! Húzat! Ez a... Gyerünk, gyerünk keményen! Húzanék! És 8. Arra ugye figyelsz, hogy nem a fejet húzzuk, hanem a mellkast emeljük. Még 4-et. 3-at. 2-t. És nyújtva alád. Föl. 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 Gyerünk még. Mindjárt fél időnél vagyunk. Gyerünk. Na még. Föl. Föl! Föl! Pidi! Fantasztikus a zenét! Ha jól tudom, ez a Music Update című CD-ről van, ugye? Így van, ez biztos, hogy rajta lesz! Gyerünk, gyerünk! Még 4-et! 3-at! 2! És nagyon jó vagy! Mert nem esznek! Gyerünk, húzzad! Húzzad még! Erről van szó! Húzzad! Yeah. 8, 7, 6, 5 már csak! 4-et, 3-at, 2 és az utolsó 8, figyelj! 8, 7, húzzad! 6, nálj meg! Megígérted, hogy végig csinálod! Gyerünk, gyerünk! És megtartjuk! Tartsd meg! Tart! Tart! Fogd meg a hasad! Tart! Jó, lent van mind a két láb! És húz! Húz! Ennél a gyakorlatnál fontos, hogy a csípőt egy picit emeld meg! Azáltal, hogy a csípő megemel, az alhas is dolgozik. Tovább! Húz! Na ez az a gyakorlat, amit szülés után, illetve császármetszés esetén nem ajánlott csinálni az első 4-6 hétben, 6 hét után nyugodtan mehet. Gyerünk, gyerünk! Húzzad! Picit lecsúsztam. De ez minket nem akadályoz meg semmiben. Gyerünk! Húz! 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 Ez lesz a pihenő, jó? Még! Én már kezdem érezni. Erről van szó. Figyelj! Egyik láb keresztbe! Fordulj rá! Nagyon fontos, amelyik lábad keresztbe van, az a váll legyen leszorítva a talajra. Ha ez nem megy, akkor nyugodtan nyújts ki a karod. Jó? Gyerünk! Föl! Föl! Fordulj rá! Ez az oldalsó hasizmokat dolgozza, ez a gyakorlat. Én, ha nem haragszol, megkapaszkodok itt a hajó oldalában. Erről van szó! Gyerünk! Húzatér, húz, ellentétes, könyök és tér, húzat, nagyon jó van, végig feszül a hal, húz, húz, Pidzsi, te szoktál a hasizmot csinálni? Én nem, nekem egy kocka hasam van, az bőven elég, illetve töm. Elmondom el közben, hogy Pidzsi az update módszerrel 25 kilót fogyott, úgyhogy nem is ez. Nagyon jó. Fönt van a másik lábad. Fönt van. Emeld meg. Másik láb fönt van. Akinek nem megy, az nyugodtan lent tarthatja. Nagyon jó
vagy. Gyerünk! Tovább! Húzzat! 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 Nem állunk meg! Húzzat! Közben elmondom neked azt, hogy a hasizomnak a szebb étételében nagyon fontos szerepet játszik az étkezés. Erre a Norbi kidolgozta neked az update rendszert, amelyet már házhoz is szállítanak hozzád, az update menüt napi ötszöri étkezés során házhoz, munkahelyhez, bárhova elszállítják neked, csak meg kell rendelned, de a kazettán meg fogod találni azt a telefonszámot, ahol házhoz tudod rendelni az update menüt. Gyerünk, gyerünk, nem állunk meg még! Négyet! És hármat! És kettőt! Jó, tartsd meg! Tudod? Másik lábban keresztbe. Fordul. 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 Ez az. Van egy jó hírem, fél időnél járunk, de gyerünk. Gyerünk, gyerünk, még négyet. Zene. Ez a kedvenc számod, nem ismerted még nem föl? Nem mondott komolyan, ez a sárga dinnye. Bizony, bizony. Gyerünk, gyerünk! Jó, nyújts ki a lábad! És húz, 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 és természetesen ma is énekelhet. Mégpedig mit? Dinnye, sárga dinnye! Gyerünk, gyerünk, nyugodtan megállhatsz, egy picit énekelhet. És dinnye, sárga dinnye, na jó, gyerünk tovább. Dinnye, sárga dinnye. És, mint ahogy azt már nagyon jól tudod, az update szerint a sárga dinnye kettes update értékű, vagyis reggeltől egészen délután 3-ig fogyasztható. Tovább, tovább. Felismerted? Természetesen, hiszen ez a Wellness Határok Nélkül című műsorunknak a zenéje, amit minden vasárnap megnézhetsz a TV2 műsorán, és ott is velünk tornázhat. De most nem állunk meg. Gyerünk még! Nagyon jó van! Még 8-at! És 8! Gyerünk! Nálj meg! Nagyon jó van! Most ne hagyd abba! 4-et, 3-at, kitartás, gyerünk még, tart meg! Tart, tart, jó, engedd le, nyújtsd meg! Most egy picit lazítunk, nyújtsd meg! Ó, de jó esik! Azért, én érzem nagyon, nyújtsd meg! Így van! Jó, tarkóban megint a kéz. Bocsánat, hogy itt igazgatom a
polifómomat, de egy kicsit elcsúszott. Mind a két lábat fordíts ki oldalra, jó? És föl. 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 Gyerünk még! Ez ide jön a derékre és az oldalsó hasizomra. Tovább. Tovább. Most is nagyon fontos, hogy a mellkaseme nem a fej húz. Föl. Föl. Emel. Fogd meg nyugodtan. Prése. 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 A fölül lévő lábat nyújts ki és húz. 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 A térd az alul lévő könyökhöz közeli. Húzza! Tovább! Gyerünk még! 8-at és 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nagyon jó! Jó középen! Föl! És nyújtva akar! Föl és vissza! Jó, nyitsd szét a térdet! Nyit a tér! Tovább, tovább! Föl és vissza! Gyerünk még, nej meg! Föl! 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 Tovább! Tovább, még négyet! Föl négyet! Hármat! Kettőt! Jó, és a másik oldal! Föl! 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 Nálj meg! Azért, hogy ne fordítsak neked hátat, közben elmondom az, hogy amit már az előbb is említettem, nagyon-nagyon fontos a táplálkozás. Erre kifejlesztettük az update módszert, melynek lényege az, hogy bármi ehhez, egyetlen egyre kell figyelned, arra, hogy most nem állsz meg, nem, arra, hogy bármelyik időszakban ehetsz a nap során, csak az nem mindegy, hogy mikor eszed azt az ételt, amit éppen megkívánsz. Háromféle idősávot különítettünk el, ezt Norbi, a Norbi Titok című könyvében, életművében le is írta, illetve a második részben megtalálhatók azok a receptek, amelyek a te életedet és a te étkezési szokásaidat könnyítik, illetve update-esítik. Három napszakot különítettünk el, reggeltől délig, reggeltől délután háromig, és reggeltől egészen éjfélig ehető ételeket. Arra kell figyelned, hogy ebben a bizonyos időszakban mit eszel. Ehhez túrógombócot, ehhez csirkepörköltet, ehhez galuskát, még házhoz is szállítják ezt neked. Egyet kell figyelned, hogy mikor eszed ezt az ételt, és nem állsz meg, és csinálod. És nyújtva van a láb. Húzod! Húzod! Tovább! Gyerünk, gyerünk! Tovább! Húzod! Pici, hogy vagy? Én egészen jól, és még egy nót, ami rajta lesz a Music Update-en. Gyerünk, gyerünk! Hiszen hamarosan megjelenik Hanvai Pici és Norbi legújabb Music Update mixe. Gyerünk még! Húzza! Tovább! Hihi! Gyerünk! Még négyet! Négyet! És hármat! És kettőt! Közé! Föl! 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 Nyújtva van a kar! Nyújtva! És nyújtva alá! Húzza! Húz! Húz! Figyelj, parkónak kész! Ráfordul! 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 És megint közé! Húz! Húzza, húzza! Megint fordulj rá! Gyerünk! Húz! Húz! És megint közé! Húz! Föl. Föl. És fordulj le. Ez az.
Hát. Közé. 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 Fordulj rá. Hihi. És közé. Vagy. Nagyon büszke vagyok rád, hiszen megcsinálod, és megcsináljuk. Tovább! Közé! 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 Mi jön? Ráfordul! Fordul! 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 Jól lent van a lábad! És csak simán! Kicsit nehezítünk a végére. Figyelj! Nyújtva van a kar. Nyújtva. Én lecsúszok itt közben, de te ezzel ne foglalkozz. Húz. Hogy őszinte legyek, nem túl egyszerű egy ilyen kajutnak a tetején tornázni, de érted, mindenre képes vagyok. Gyerünk még! Hiszen rávetted magad, lementél a földre, a törölközőre, és rászántál a mai napból 30 percet arra, hogy velem együtt hasalsz. Na ez a lényeg. Gyerünk, még négyet, hármat, kettőt. Nagyon jó, nyújtosz ki. Hú, de jó esik. Szuper vagy. Jó. Egy picit megnyújtjuk a hasizmot, fordulj át a hasadra. Tarkon van mind a két kéz. Jó? Vagy itt hátul a popsi. És ene. Föl. 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 Emeld meg. Emeld. 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 Ez a gyakorlat nagyon-nagyon jó az alsó háti szakaszba, illetve a hasizomnak a nyújtására. Hiszen elérkeztünk a hasizom végéhez, már csak egyetlen egy feladatunk van, hogy lenyújtsuk. Gyerünk, nálj meg! Tovább! Akkor, hogyha feszül a popsit, akkor csinálod jól. Nagyon fontos, hogy itt is a mellkas emel. Nem a fejed szegezett hátra. Gyerünk még! Föl! 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 Főleg azok, akik ülő munkát végeznek, nagyon fontos az, hogy a hátuk is meg legyen erősítve, hogy a hasizomnak ez a fajta nyújtása nagyon jó azoknak, akik rengeteget ülnek, akik rengeteg olyan munkát végeznek, ahol a hát nagyon igénybe van véve. Gyerünk! Utolsó, 8, Fiji segíts nekem számolni, és 6, 5, 4, és 3, és 2, és van még 1. Ez a torször, torször. Ó, de jó esik. Hogy vagy? Én is elfáradtam. Engedd le. Gyere föl. Nyújts ki a kart. Ó, de jó esik. Picit oldalra. Másik oldal. És kicsit tettét a lábad. Ez az. Ülj le hátul a sarokra. Megint nyújts ki a kart. És picit dőlj hátra. Érted? Egyik kezedet támaszd ki. És a másik. Egyetlen egy percünk van hátra. És ez a jól megérdemelt nyújtásért. Ne felejtsd el,
Nem kell minden nap tornáznod. Helyesen kell táplálkozni. Minden nap 30-40 percet, egy órát, amennyi időd van. Tornázni nem csak a tornától leszel szép, definiált, izmos. Nem csak a tornától lesz kockás hasizmod. Tartsd be az update-et, és hidd el, hogy sikerülni fog. Nyújtsd meg! Hátul! És elő! Nyújtsd meg! Gyere föl! Szeretném még egyszer megköszönni, hogy velem tartottál. Pidzsi, neked a fantasztikus zenét, és ezzel a mozdulattal el is hajózunk. Szeretettel köszöntök mindenkit. A cégünkről szólnék egy pár szót. A 90-es évek óta vagyunk Magyarországon, és foglalkozunk megőrző egészségmonitorozó rendszerekkel, eszközökkel. A fő profilunk a vérnyomásmérés, a metabolizmusmérés, a vércukorszínmérés, a testzsírszázalékmérés. Felismerte a cég a népbetegségeket, illetve ezeknek a fontosságát, hogy ezt megelőzzük. Azt, hogy mindenki magának otthon meg tudja mérni, tudja ellenőrizni a saját testzsírszázalékát, vérnyomását, vércukrát, metabolizmusát. A prevencióra fektetjük ugye a hangsúlyt, és azt, hogy az elhízást és magas vérnyomást otthon már tudjuk adott esetben ellenőrizni, regisztrálni, és utána ezzel később orvoshoz fordulni. Ezekhez nyújtunk segítséget, illetve erre kínálunk lehetőséget ezekkel az eszközökkel. Minden olyan ember, aki egy kicsit is ad az egészségre, és fontosnak érzi azt, hogy megelőzze ezeket a dolgokat, és kiküszöbölje az elhízást, kiküszöbölje azt, hogy magas legyen a vérnyomása, ezekkel az eszközökkel megteheti. Az egészség, illetve az ezzel járó összes olyan dolog, ami ide kapcsolódik, ezt a cég kínálja és biztosítja. Az egészségmonitorozó rendszerek mellett nagyon fontos és kiemelt szerepet játszik a megfelelő táplálkozás. A mi részünkről biztosítani tudjuk a különböző diétás táplálékokat, a különböző sporttáplálékokat, különböző csoportok, szegmensek számára, tehát olyan táplálékokkal tudunk a piacon megjelenni, amelyek a tökéletes alakerélését segítik. Itt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megfelelő tápanyagokat, illetve minőségi tápanyagokat juttassunk be a szervezetbe, mert ezek segítenek a tökéletes alak és a tökéletes forma eléréséhez. Minden egyes termékünk OETI által bevizsgált termék, orvosszakmai háttérrel dolgozunk, dietetikus csoport áll rendelkezésre, és minden termékünk regisztrált és bevizsgált minőségi termék. Az előbb is említettem, és beszéltünk a monitorozó rendszerekről, ez az egyik csoportja, amellyel próbáljuk az egészséget megőrizni, amellyel a prevencióra, a megelőzésre fektetjük a hangsúlyt. A másik része a diétás és a sporttáplálkozás, ami szintén egy nagyon fontos momentum. Tehát ebből a két dologból, illetve ebből az egész, ebből sok-sok divízióból, amit képvisel a cégünk, ebből próbálunk egy komplexumot kínálni a piacon, egy kiemelkedő szolgáltatást, egy olyan fajta elérhető segítséget az emberek számára, amivel egyrésztről otthon ugye monitor hozhatják a változásokat, és ehhez egy megfelelő minőségi update szerinti táplálkozást hozzá lehet ugye csatlakoztatni. Egy olyan fajta diétás és sporttáplálkozást ugye, amivel egy tökéletes alakot, egy olyan alakot, egy kívánt alakot érhetünk el, ami a célunk, amit szeretnénk. Ezek a termékek nagyon jók, ahogy előbb is említettem, megvásárolhatók és ajándékba is adhatók. Ezek a diétás táplálékok tudnak segíteni abban, hogy mindenki azt a tápanyagot vigye be a szervezetébe, amire szüksége van. Olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek csak minőségi alapanyagokból készültek, regisztráltak, orvosszakmailag ellenőrizhetők, illetve ellenőrzöttek. Itt kiemelten szeretnék beszélni arról, hogy olyan orvosi kontrollunk van, ami talán egyedülálló Magyarországon, és olyan orvosi támogatási hátterünk van, amivel ezt az egészet tudjuk kontrollálni, és mindenkinek olyan megfelelő segítséget tudunk nyújtani, amivel a megfelelő egészséget tudja magának biztosítani, és elérni a tökéletes kívánt formát.
Rengeteg termék látható itt előttünk, melyek sporttáplálék, illetve diétás táplálék kategóriába sorolhatók, és ezen belül is vannak különböző irányvonalak. Annyit szeretnék ezekről a termékekről elmondani, és utána Gábornak átadni a szót, hiszen ő az, aki ezekben szakmailag is nagyon jártas, hogy én teszteltem ezeket a termékeket, és fantasztikusak, hiszen a Norbi update kódot tartalmazzák, egyes, illetve kettes update kódot, melyekről tudni kell, hogy az egyes update kód az 0-24 órában fogyasztható. Azok a termékek, amelyek a kettes update kódot tartalmazzák, azok pedig reggeltől egészen délután 3 óráig helyettesítik a táplálékot. Kétfajta termékcsaládunk van, ugye vannak a Multipower termékcsalád tagjai, amin belül ugye három irányvonalat különböztetünk meg. Beszélünk sárga irányvonalról, ugye ez a body irányvonal, akkor beszélünk piros, tehát aktív irányvonalról, akik energizálni szeretnének, ugye. A bodynál ott nem mondtam, ugye, hogy itt az alakformálás és a fogyás, illetve a szálkásítás kerüljön előtérbe, és van a harmadik irányvonalunk, amit szürke színnel jelölünk, ez a muscle. Itt főként az izomfejlesztés és az izom regenerálás, illetve az izom tömegnövelés kap hangsúlyt, de igazából itt a mi esetünkben szerintem a sárga és a piros irányvonal, ami mérvadó, illetve a Norbi ugye az előzetes megbeszélések alapján ezeket a termékeket helyezte előnybe, és ezek közül válogattunk ki egy párat, ugye, ami beilleszthető az update programba. Így van. Ugye ez a Multipower-nek a három irányvonala, tehát még egyszer sárga irányvonal, főként a body, illetve a női termékek tartoznak ide, a piros az aktív, tehát minden sportot űző embernek tudjuk tanácsolni és javasolni, ugye az energizáláshoz, illetve az állóképesség fejlesztésére, és van a szürke irányvonal, ami egy picit háttérbe helyeződik, főként nők esetében, ugye itt a férfiak kerülnének előtérbe. Ezek több szénhidrátot tartalmaznak? Nem csak szénhidrátot, ugye, hanem komplex termékek, ezek aminósavakat és olyan termékeket, ami adott esetben egy nőnek nem feltétlenül szükséges, vagy hogyha nem az a célja, hogy testépítő, ugye, és nem az a célja, hogy hatalmas izmokat építsen, akkor nem feltétlenül ajánljuk. Tehát amiről ugye szó van, ez volt a Multipower termékcsalád, ugye, és a Multipower termékek közül pedig ugye ezek a figur elnevezésű termékek, ugye, hogy alakformáló, itt komplex diétás táplálékokról van szó. Azok az anyagok, amelyek föl vannak tüntetve a címkén, azok találhatók meg magában a termékben, és nem eltérően, mint más piaci táplálékok esetében. Tehát ami rajta van a terméken, az található meg benne, és ezáltal ugye garantálunk egy olyan minőséget, egy olyan fajta tápanyagbeviteli lehetőséget, amellyel pontosan kiszámítva tudja azt a diétás táplálkozásnak megfelelően összerakni a programját, hogy mit visz be, milyen mennyiségekben, és ezáltal megkap minden olyan szükséges nyomelemet, ásványok, vitamin, ami egy diéta esetében fontos lehet, ugye? Nagyon fontos, amit a Gábor elmond, hiszen egy-egy diéta során és egy-egy ilyen fogyás során nagyon sokan megvonják maguktól az ásványanyagokat, az ásványi sókat, ezáltal legyengültek, enerváltak lesznek. Ezek a termékek biztosítják azt, hogy a táplálkozásunk megfelelő legyen, hiszen nagyon sokan minőségi táplálkozást háttérbe szorítják, és mennyiségi táplálkozásra tértek át. Én azt gondolom, hogy ezek a levesek, mert ezek levesek, sokkal inkább fedezik a számunkra megfelelő ásványanyag és egyéb szükségletet, mint a megszokott zacskós levesek, amelyek tele vannak tartósítószerrel, tele vannak sóval. Ezek a termékek viszont, ahogy elmondtad, én látom, hogy a vitaminoktól elkezdve a különböző magnézium, kálcium, tehát ásványanyagokat tartalmazzák, vagyis tápértékben is megfelelőek a szervezet számára. Hát jól összetettebbek, ugye? Illetve annyit kell elmondani, és annyit kell tudni ezekről a Multipower termékekről, ugye nőknél ez főként kaphat hangsúlyt. Igen. Például nézzünk rá egy terméket, 825 kalóriát tartalmaz egy ilyen doboz termék. Tehát ugye, és ezt föl lehet osztani porciókra, adagokra, hát ez iszonyat, hogy milyen kevésre jön ki egy adagnál. Igen, én itt valamelyikkel láttam is, hogy talán ezeken a leveseken, hogy ilyen elképesztő, hogy milyen kevés kalóriát tartalmaz. Hogyha figyelembe veszük a javasolt adagolási mennyiségeket, akkor nem kell semmilyen diéta szempontot figyelembe venni, hanem ezeket komplexen lehet párosítani. Ez pedig egy ilyen pudinghoz hasonlítható édességpotló táplálék. Nagyon finom, tehát amit tudni kell, hogy rengeteg ízben és egy nagyon széles skálában kaphatóak ezek a termékek.
És ahogy már itt a forgatás előtt beszéltük, tudni kell, hogy ezeket a termékeket nyugodtan lehet fogyasztani, nem lesz mellékhatása, nincs mellékíze. Kipróbáltuk ezeket a termékeket, és valóban nagyon finomak. Én javaslom minden olyan nőnek, aki valóban ad az alakjára, és javaslom azoknak a férfiaknak is, akik minőségi izomzatot szeretnének építeni, mert abban biztos vagyok, hogy mindenki megtalálja a termékek között a számítását. Gábor, ezeken föl van tüntetve a kulcsszó, ugye a varázsszó, az L-karnitin, amit itt láthatunk 1000 mg-os kiszerelésben. És nagyon fontos az alakformálás folyamán. Nem mindegy, hogy milyen L-karnitint viszünk be a szervezetbe, nem mindegy az, hogy milyen L-karnitint alkalmazunk, mert a karnitin fontos tápanyag, illetve egy aminosavról beszélünk. Nekünk a termékeink egy úgynevezett pure L-karnitin logóval vannak ellátva, tehát olyan alapanyagokat használnak itt is az L-karnitin esetében, ami egy hatást, olyan hatásmechanizmust tud kifejteni, ugye, amivel adott esetben háromszor annyi gyorsan le lehet fogyni. De egy hatásos edzés az ahhoz, hogy könnyen lefogjon az illető, illetve meggyorsítja annak a folyamatát, ugye, hogy valaki hamarabb tökéletes alakot érjen el. Egy 1000 mg napi mennyiség javasolt. A termékeket nézve észrevettem azt, hogy nem tartalmaznak E betűs kifejezéseket. Tényleg olyan tápanyagokat raktunk bele, és tényleg olyan összetevőket tartalmaz a termék, ugye az ásványokon keresztül a nyomelemek, vitaminok, fehérjék, tejsavófehérjék, ami mai manapság nagyon fontos, ugye, amelyek ezeket a nem, illetve negatív anyagokat kiküszöbölte, tehát a minőségre odafigyelünk, és ezért ezeket a gyártás folyamán tekintetőhető is figyelünk. Akkor ezeket a termékeket nyugodtan fogyaszthatja minden korosztály, semmilyen mellékhatást nem fognak érzékelni. Gábor, térjünk ki részletesebben a következő eszközökre. Mit érdemes beszerezni egy háztartásba? Például van egy kicsit nagyobb súlyfelesleggel bíró hölgy vagy úr. Mi az, amit te javasolsz, hogy mindenképpen legyen nála otthon? Nagyon jó a kérdés. Igazság szerint gyorsan válaszolnék. Például van ez a testzsírmérő készülékünk, ugye, amivel tudod ellenőrizni otthon a testzsír százalékodat. Mérhető ugye az, hogy az edzés hatására hogy változott a testzsír összetételed, mennyit fogytál, esetleg mennyit híztál. Tehát egyrésztről ezzel a testzsírmérő készülékkel kontrollálható a fogyás, illetve a zsír százalék összetétel a szervezetben. Ugye, illetve van egy ilyen kis kalóriaméterünk, amivel egy ilyen lépésszámláló kalóriaméter, amivel futás közben vagy edzés közben szintén mérhető a test összetételnek a változása, illetve a kalóriának az elégetés. Ez a lépésszámláló, ez azt is mutatja, hogy mennyi kalóriát égettél el egy-egy edzés során? Így van, több típus van, van olyan, amelyik mutatja, van olyan, amelyik nem. Jó, tehát akkor a testzsírmérő, van ez a lépésszámláló. Illetve igen, amiről még fontos beszélnünk, ez a testzsírmérő mérleg. Ez százalékban mutatja meg, hány százalékban található a tömegednek a zsír százaléka, és ugye az izomszöveteknek a megosztása. Tehát egyrésztről ez egy alsó testet mutat, ugye, mert erről nem beszéltem, ez a felső testnek a mérője, ez pedig az alsó testnek. Egyrészt kilogrammokat is mutat, ugye, hogy hány kiló az egyén, és hogy erődik össze a zsír százalék. Így van. Azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy, mert sokan megkérdezik, hogy de mi szükség van egy testzsírmérőre? Hát, hogyha én a tükör elé állok, akkor csinos vagyok, jól mutat rajtam a ruha, mondom én ezt egy átlagos testalkatú hölgynél. A testzsírmérőre azért van nagyon nagy szükség, mert vannak olyan hölgyek, illetve urak, akik nagyon vékonyak, de mégis annyira magas a testzsír százalékuk, ilyen esetben nagyon nagy szükség van a magas testzsír százalékból adódó betegségeknek a kiküszöbölésére. Látok itt vérnyomásmérőt, ugye? Ez az. Azt mondtad, hogy ez is ugyanez célszolgálja. Ugyanez, csak ott az, hogy van hozzá egy ilyen kis printer, ugye, amivel intervallumokban ki tudjuk mutatni, hogy milyen vérnyomási értékeket mértünk, és ugye az, hogy százalékosan is napi megosztásra. Tehát akkor ezt felkapcsolja a csuklójára. Így van, hát meg is lehet mutatni, ugye? Ezt itt fel lehet írni a csuklóra,
és egy szenzoros, ez már az új generációs készülékeknek az egyike, mert egy olyan szenzor van benne, ami a rossz, illetve hát úgymond a hiba kódokat küszöböli ki, ami az lehetett a régi mérések során, ugye, hogy szívmagasságba kell rakni a készüléket, vagy úgy szoktuk, hogy le kell könyökölni, és legyen szívmagasságba, itt nem kell, mert az a lényeg, hogy akkor indítja el a mérést, amikor szívmagasságba kerül, elindítja, és ha ez mérés közben innen kimozdítom a készüléket, akkor letiltja. És van hozzá egy ilyen kis műszer, tehát hogyha otthon esetleg egy idősebb hölgy kinyomtatja magának ezt az értéket, akkor el is tudja raktározni, ugye, egy dossziéba, és nyomon tudja követni azt, hogy... A házi orvosnak el lehet ide vinni. Így van. Jó, és van egy vércukor mérőnk, ami szintén digitális, jól látom? Így van, digitális, illetve hát nagyon kevés vér szükséges ugye a méréshez, ami nagyon fontos a diabéteseknél, ugye itt egyes típusú és kettes típusúról tudunk beszélni, hát mind a kettő tudják, illetve tudják hasznosítani, nagyon fontos a cukor ellenőrzése is. Értem, de még egyszer menjünk végig. Testzsírmérő, ami a zsírszázalékot méri, ez szintén kimutatja a testzsírt, ez a mérleg, illetve a súly, testsúlyt, így van. Van egy lépésszámlálónk, ami szintén mutatja, hogy mennyi kalóriát használunk el egy-egy edzés során. Nagyon fontos és elengedhetetlen a szintén digitális kijelzővel ellátott vérnyomásmérő. Ezt ebben a stresszes életben, amit ma élünk, én úgy gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály számára alkalmas eszköz a vérnyomásmérő, hanem már nekünk is. Én is sokszor érzem, hogy nyom a tarkóm, fáradékonyabb vagyok, ez abból adódó, hogy alacsony a vérnyomás, és ezt nagyon könnyen ki tudjuk küszöbölni, nem kell pumpálni a vérnyomásmérőt, csak fölcsatolod magadra reggel, gyorsan megméred, és már indulhatsz is a munkába, és sajnos Magyarországon egyre több a cukorbeteg, úgyhogy ez egy nagyon higiénikus és nagyon egyszerűen használható kis vércukorszint mérő, könnyen elfér ridikülbe bárhol, hiszen cukorbetegeknél jellemző az, hogy a vércukor nagyon gyorsan ingadozik, változik, és ez is nagyon gyorsan előkapható a táskából. És még itt van egy ilyen műszer, ez biztos a nézőknek a figyelmét, meg a fantáziáját izgatja, ezt nem tudom, hogy mi. Tehát ez hogyan működik? Ez egy idegizom stimulátor, ugye, amit fölhelyezve az adott fájópontra, vagy akár relaxálóként tudjuk alkalmazni több fajta funkcióval, úgynevezett szoftos funkciókkal, ugye ilyen lágy, könnyed masszázsra lehet alkalmazni magunknak, ugye, vagy talpon, térden, háton, bicepszen, bárhol, ugye, vagy a húzódások területén. Ezek az eszközök hol szerezhetőek be, hol vásároltok meg? Szinte bárhol. Patikákban, gyógyászati segédeszközboltokban, hipermarketekben, tényleg szinte bárhol megkapható, és széles körben választható, tehát nem csak ezek a termékek. És itt a telephelyeteken is? Igen, itt ugye innen információt tudunk inkább adni, van egy zöld számunk is, ugye, ahol bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk, de főként itt a patikai gyógyászati segédeszközboltok és a hipermarketek, ahol javasoljuk ezeknek a készüléket a megvásárlását. Biztos, hogy aki ezt a terméket, az Omron terméket beszerzi, az nem fog csalódni, hát, hiszen... 90-es évek óta Omron név egy minőségi garancia ugye arra, hogy egy olyan minőséget kap a vásárló, ami háttérileg is dokumentálva van, és orvosszakmailag is véleményez van, és egy olyan minőség, ami egy tökéletes minőség. Réka vitamindús italáról a Top Joy Fitness gondoskodik. A Norbi Update menüházhoz szállítását a stábnak is a gasztrojá biztosítja. További hasznos táplálkozási és életmód tanácsokat találnak Norbi Update és Update 2 könyvében. Keressék a könyvesboltokban. 1, és 2, és 3, és 4, és 5. Fitness készételek a Globusztól. Norbi ajánlásával. Egészségünk. A stáb energiáját a Cerbona RT termékei biztosítják. A test, a lélek és a műsor támogatója a Wellness magazin. Danubius, az én rádióm. Norbi, Réka és Lara a Mizó tej termékeit fogyasztja. A film zenéjét Hanvai PG Update Mix című CD-jéről kölcsönöztük. Stábunk készségét a Tramedzini teljes kérlésű lisztből készült fitness termékeivel csillapította. Norbi, Réka és már Lara is az Adidas sportruházatát választotta.
Üdvözöljük a motoros hajózás a jaktsport világában. Cégünk a Vikingia Klub 20 éve segíti Önöket szaktanácsadással, tapasztalataink alapján az első lépésektől kezdve a Dunán. Filozófiánk szerint az első gondolattól kezdve végig kalauzoljuk Önt, a folyami vagy tengeri hajóvezetői oktatástól egészen a vizsgáig. Motoros és vitorlás kis hajóvezetői tanfolyamaink minden hónapban indulnak a hajógyári szigeti kikötőben. Választhat használt vagy új hajót, akár a világ vezető minőségű hajómárkáját, a Crawline-t is. Hajótulajdonosként a Vikingia Klub szervizét, mely minden elvégzett munka után garanciát vállal.